Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban, ez a kirakás minden csillagjegyre vonatkozik. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, melletted van a lelki társad, vagy ez a kártya utal általánosságban a férfiakra is. Itt meg lesz a mozgás, a kapcsolat, a közelség. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nála megjelenik a ház, ez jelentheti az otthonát, vagy egy közös otthont, vagy a szülői házat, a családot, a rokonokat. Itt a virágcsokor jelenti, hogy szeretne az otthonában valamit megszépíteni. A hegy utalhat hegyvidékre, egy ingatlan a hegyekben, vagy jelenti a téli hónapokat, hogy akkor lesznek majd változások, vagy amit ez a szikla még jelenthet, hogy vannak problémák a családban, de megvan nála a jó szándék, hogy szeretne valamit tisztázni, rendezni, a családi kapcsolatokat illetően. Ami téged illet, itt lesz mozgás, előre mennek az események a terveid szerint. Ez a mozgás lehet sport, autó, kirándulás, változás is. Itt kinyílik az ajtó, megvan a magabiztos fellépésed, és az utak jelentik a döntéseket. A hivatást illetően, a szerelmet illetően, és a kapcsolatot a gyermekekkel illetően is. Te ezzel a virágcsokorral egy vonalban vagy, ez jelenti a te szépségedet, a jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, ez a férfi ennek tudatában van. Azon kívül jelenti, hogy egy meghívás, egy meglepetés, egy ajándék útban van hozzád. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, itt van a szerencse a párkapcsolatban, de valami még átláthatatlan számodra. Az egerek segíteni fognak, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, az egerek eltávolítják a felhőt. És ez lesz egy szerencsés fordulat. Nem csak a szerelemben, hanem a munkát, a hivatást illetően is, és egy levél, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés útban van hozzád. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van összefüggésben, itt is lesz mozgás, különösen ami a munkáját, a hivatását illeti. Nála is valami még átláthatatlan, ez lehet egy szerződés, de az egerek segítenek ebben, és tisztázódnak majd a dolgok. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan. Ez lehet egy hír, lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum, ami útban van hozzád. Az egerek segíteni fognak, hiszen eltávolítják a felhőt, a gólyák jelentik a változásokat, itt az utak a döntéseket, ez a ház vagy családi kapcsolat, vagy egy ingatlan vétele, vagy költözködés, hiszen a gólya
és a ház egy sorban gyakran költözködésre utal. Itt megvan az életerőd, kitisztul valami, lesznek jó változások. A könyv utalhat tudásra, tanulásra, de azt is jelentheti, hogy valaki eltitkolt előled valamit, de ez napfényre kerül, és a gólyák jelentik a változásokat, a felhő eltűnik. Kisüt a nap. Második hét, november hónapban itt látható. Egy régi dolog, itt voltak viták, veszekedések, különösen ami az értékeket vagy az anyagiakat illeti. Az is lehet, hogy benne vagy egy örökösödési ügyben, ez egy nagy kihívás, hiszen mindenki szeretné ezt a pénzt, lesznek akkor viták. Ami a munkát, hivatást illeti, itt van egy szerencsés fordulat, több pénz, elismerés, beszélgetések, és itt kinyílik egy új ajtó számodra, lesznek lehetőségek, hogy valami javuljon a munkát, a hivatást illetően, de ez eltarthat a téli hónapokig, mert a hegy, mint egy ilyen időkártya a téli hónapokra utal. Harmadik hét, november hónapban itt látható, valami kitisztul. A hold jelentheti az anyukádat, vagy jelenti az érzelmeket. Itt a kasza azt jelenti, hogy lesznek olyan események, ami olyan hirtelen történik, amikor nem is számítasz rá. Ha valami betegített téged, vagy korlátozott téged, akkor a kasza el tudja ezt vágni, változik a helyzet. Itt lesz egy szerencsés fordulat, a csillagok szerencsét hoznak, jelentik azt is, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagképekben meg van írva. Jelenthet egy spirituális területet is, ahol szívvel, lélekkel dolgozol, előre mennek a dolgok, lesz itt egy meglepetés. Persze, a szív jelenti a szerelmi témákat, itt lesz mozgás, egy ajándék, egy meghívás útban van hozzád. A fa az jelenti gyakran az egészségügyi témákat, és a torony egy nagyobb épületet. Ez együtt, ez a két kártya együtt jelenthet kórházat is, és a kasza egy vágást, tehát operációt, de ez mind jól fog alakulni, hiszen itt látható a mozgás, a szerencse, sőt a virágcsokor szintén szerencsét jelenthet. Persze nem biztos, hogy így van, mert ez a torony lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy is. Itt akkor döntések lesznek, gyors döntések, és a fa tud rendezni valamit, adja a biztonság érzetét is, ahol le tudsz gyökerezni. Utolsó hét november hónapban itt látható. Ami a barátságokat vagy egy barátnőt illet, légy óvatos, itt látható a hamisság. Lehet, hogy valaki hamis veled szemben, figyelget téged. A kereszt jelenti a hitedet és a változásokat, hiszen elérkeztek az élet utatokon, te is, ő is, mindketten ebbe az irányba tekintetek, elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gyermek jelentheti a gyermekeket, de jelent egy új kezdetet is, lesz egy új irány, lesznek változások, kapcsolatok, a hajó adja hozzá a reményt, vagy lehet egy utazás, lehetnek külföldi kapcsolatok is. Ez a férfi felét tekint, keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, a gyermek jelentheti az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet, és ez a virágcsokor így gondol rád, hiszen összefüggésben vagy te is ezzel a virágcsokorral, hogy szép vagy, jó ízlésed van, tehát
gyönyörűnek lát téged, azon kívül meg akar téged egy ajándékkal lepni, és ez az ajándék, vagy meghívás, vagy ez az utazás már útban van hozzád. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rákos.